particularly say, and you know, in particular, that it's sort of resonating, it's just a bit different, it's actually really nice. És ha megnézitek a képeket, van bennük valamilyen, nem is tudom, láthatok. Van valami ok, amit ők látnak, de mi nem látjuk. És ilyenkor most meg szoktam kérdezni, hogy mi ez, de most egy kicsit nem annyira duplex az élmény, úgyhogy kezeikkel gesztusokat mutatnak, és picit azt is csinálják, hogy amikor valamit így elképzelnek és mesélnek róla, és az ötleteiket elképzelik, akkor az így megjelenik körülöttük. Hogy ezt hogy fogalmazom meg szépen, hogy így, nem tudom, új ötletek néznek, nézzétek, kezétek el ezt a szuper dolgot, amit kitaláltam. Amikor ötletekről mesélek, akkor általában vannak dolgok körülöttem, amiket én átképzelek itt. Metaforákkal van tele a nyelvük, a gesztusaikkal kommunikálunk, valami izgalmat, előremutató, valami unalmas, nem tudom. És ezek olyan dolgok, amiket én látok, és mivel metaforák, ezek nagyon képi dolgok. Sokszor, de nem látok, mert ezek az én kérdőben. És ez az a dolog, amit szeretném megváltoztatni, egy ilyen érdekes kísérletből, és úgy kicsit ezt a technológiát is használom most. Ezek a láthatatlan. Nos, akkor megyünk tovább. Én nem tudom, hogy közületek kivel találkoztam, remélem sok emberrel, de hogy Somlai-Fischer nem vagyok a Prezi egyik alapítója és ilyen innovációs dizájnvezetője. És az én hátterem az amúgy interaktív építészetszerű foglalkoztam, hogy ilyen augmented reality-szerű dolgokat csinálják, olyat, mint tudom, ez nem régen volt múzeum, hogy meg tudtad nézni az agyadat. De általában sokkal nehezebb végéről mentünk a dolognak, hogy nem a növeget építettünk, hanem a házakat forrasztottuk tele mindenféle interaktív augmented technológiákkal, hogy ilyen responsívak kísérőekkel. Szóval ez a hátterem, és akkor olyan kb. 10 évvel elkezdtem a Prezit, most már elhasználtam, hogy már megvettük az évfolyamot végában, egy szuper csapat. És kb. Az egésznek az a lényege egy mondatban, hogy van egy ilyen médium, ami ez a 2,5D zoomoló médium, ami az a jó, hogy valamennyire férje mintat, de mégis nem könnyű használni, hogy rockstarok is tudják használni, mint a Bono, meg lepik iskolában. És ezáltal egy ilyen könnyen használható nyelvet tudtunk kifejleszteni, ami megvannak a limitációi, de cserében nyelvét tud válni, mert sok-sok pillanatra tudja használni. Most tudom, a legnagyobb számunk ez a 3 milliárd prezentézés a szereplőt. Na de erről én akartam mesélni, és most mennék tovább egy ilyen izgalmas témára, hogy mi a kihívás szerintem az AI-ra, és ez legyen a bizalmatlanság kultúrája mentén a mesélni. Jó? Szóval most elképzelünk egy helyzetet, hogy leültök velem egy kávézóba beszélgetni, kávézóba, és azt történik, hogy én egy pár perc után így elkezdem dúdolni ezt a dalt, amit a legjobban szerettél a minden alatt. Utána meg így egy könyvet, ami mindig csak egy nagy könyved volt, és azt hiszed, hogy úristen, ez a legjobbé kávézás, amit már évek óta átéltem, ez milyen, mennyire működik, ezt nem megkapcsolom. Kivéve, hogy nem ez történt, mert nekem egy rendelő fizetésem volt az amerikai service providernél, ahol le tudtam kérni a browsing history-dat, és megnéztem, hogy ezt kell nézni. Használta a kémkettel rólad, és ezért úgy tudtam tenni, hogy igazán bízni, akkor alá fogod érni a szerződést, ugye? Mondhatjátok, hogy nem fog megtörténni, mert hát, ha én ilyet tudok, akkor azt tudsz róla, hogy ilyet lehet, vagy te is ezt csinálod, vagy nem fogsz bízni bennem, mert ez egy ilyen, hogyha lesz, hogy nem ezt tudom, akkor biztos valamit csinálok, valami hosszú dolgot, valami kérdést. És egy ilyen furcsa bizalmatlansági útba kerül. Ugye? Tehát akkor nem foglak tudni átverni. Igazából ilyenkor az történt, hogy emlékeztek, tudja valaki, hogy hívták Amerikában a Google Glass Explorer-eket? Veled kiabálni, lehet, hogy van. Tudja valaki? Úgy hívták őket, hogy glass holes.
hogy amit ez hol csak lesz volt. Mert hogy annyira irritáló volt, hogy rajtuk van egy ilyen kis device, és sosem tudtad, hogy ők most filmeznek téged, vagy mit csinálnak. És akkor nagyon gondoltunk, hát, hogy nem lesz érve, tehát ennél irritáló dolgok, mint hogy kérdjünk egymást után, és előkezdeni. És erre nekem az jut eszembe, hogyha emlékeztek egy olyan, nem is tudom, 15-ben, amikor bejöttek a mobilok, mi Magyarországon megvittük a mobilokat. Igen, bunkófonok. És hát, mert hogy annyira elfogadhatatlan volt, hogy valaki közterületnek tette. Annyira érintett volt. De ez elmúlt. Mindenkinek lett, mindenki volt, mindenki telefonja. Tehát szerintem ez egy valós beszélék, hogy egy ilyen furcsa kémkedési kukba kerülünk. Ezt ugye az AR cégek úgy hívják, hogy kontextuális információ, amit hát láttuk, mert volt egy film, ami erről szólt, hogy egy robot eljött a jövőből, és nem kontextuális információkat nézett mindenki, hogy kitől jön meg. Erről van amúgy egy nagyon szép film, amit, hogyha valakit érdekel a téma, érdemes megnézni, az a cím, hogy Hyperreality, és Keici Macogának hívják, hogy csinálta, ez csak egy ilyen rövid kivonat belőle, és egy ilyen jövőt ábrázol, amikor az augmented reality, ami a mindennapos, hogy segít meg vásárolni pontokat a kutyáktól. Meg igazából abban használjuk, hogy ezeket a szomorúan elhagyatott külvárosi tereket és bevásárló tereket felöltöztek, hogy vidámak és kedvesek legyenek, hogy elfedje azt a szomorúan elhagyatottságot, amit körülvesznek. Ez egy nagyon szép nagyobolás filmet, nem ezt megnézni. Tehát, hogy van egy ilyen rizikó szerintem. És hogy mégis hogy mit lehet csinálni. Én azt hiszem, hogy amiben én hiszek, az, hogy én szeretném, hogy az az én döntésem legyen, hogy te mit látsz róla, hogy mi videójelítben, legalábbis nagy részben, vagy legalábbis részben. Tehát, ha nem csak arra használod ezt a technológiát, hogy teként kedves magasság körül, hanem hogy én kifejezhetem magam benne, hiszen nem nézel, ahogy kiválasztottam egy ruhát, meg a kitkönemet, hogy van ilyen szilícium bölgyi startupos bögrém, make the world better, ez megvan az valóság. Tehát ezek meg ilyen Barcelonába jöttem, ahol mexikói dekorációt veszettünk, ezek az én döntéseim és engem kiegészítenek, és szomorú lennék, hogyha ezek eltűnnének, mert te szervezetet tettem mindent róla, amit tetsz. És szerintem ennek az egy érdekes lépés, az első lépés az lenne, hogy ezt megpróbáljuk ugyanúgy, hogy a Prezi megpróbáltuk kifejleszteni, mint egy nyelvet politítani. És hogy ez miért nagyon relevans, nekem főleg azért már például nem tudom, hogy én szoktad nézni, most nem működött. Hogyha TED előadásokat néztek, ahol mi is prezidensokat dolgozik be TED-el, és rengeteg már mindig prezint csinálunk nekik, ugye befektetők nálunk. Azon, hogy ezt mentik meg a TED.com-ra, és 80%-ban csak az arcokat mutatják, és a 20%-ban mutatják, hogy vizuálják. És ez érthető, hát igazából az embert szeretnéd nézni, az ember mondja a történetet, akár milyen gyönyörű grafikák vannak, ez egy ilyen kiegészítő, amitől izgalmasabb, érthetőbb lesz, jobban látod azt, amit ő magyarázza, nem lehet látni. Az ember teste meg azt a személyes kapcsolatot, amit történettől össze tud vezetni. És én azt hiszem, hogy ez a technológia, amit most használok, az elég szépen tudja hozni nekem. Nekem mindig is benne volt ez a Prezivel kapcsolatban, hogy ez valahogy egy ilyen utazás, amiben az előadó nézte, és akkor szeretem a Preziket, hogyha mögötted egy nagy vetítés van, és tényleg így úgy érezzük, hogy egy mozgunk. De hogy erre nincs nagy lehetőség, és úgy érezzük, hogy ha meg tudnánk azt csinálni, hogy összekeverjük ezt a két élményt. Nézzük csak most. Közben egy teljesen új kézi vezérlős technológiát is tesztelek rajtatok. Mondjuk én kicsit bizonytalan, de hogy volt ennek egy bemutatója a TED-en, most Vancouverben ez a srác, Robert Szabolszki, aki egy viselkedés kutató, mesélt arról, hogy mi zajlik egy ember fejében, mielőtt meghúzza arra azt, milyen evolúciós háttér egy ilyen döntést, hogy így jól vagy nem. És ezt Miro Lengos témáltuk egy ilyen technológiával, és arról azt mondta, hogy itt kivonat is, hogy jól emlékszem. De nagyon jól működött, nagyon szerették a TED-esek, meg a nagy közönség is, hogy így valamennyire tudott válni a meséjével és a vizuálokkal, és nem kellett így fédelgetni magad, vagy nézni, hogy képutasson. Ugye az ő személyiség, a vicces szakáll, a göndörös, ilyen spányel hajó, meg a grafikáik, ez egy ilyen tök jó történetet hoztak össze. És mi ez egy
volt ez márciusban, talán áprilisban, és azóta ezen dolgozunk, hogy rájöjjünk, hogy mi ez a nyelv, hogy érzik az emberek természetesnek, hogy ilyen vizuális dolgokkal keverik össze a saját fejüket, testüket, egy ugyanilyen interakcióra lépni vele, amit a kis helyen próbál navigálni az egyik prototípusban. Milyen grafikai dolgok működnek jól, milyen történtek. De a legtöbb ember arcára mosolyva lehet, hogy ez egy elég ígéret, és most mi nagyon lelkesek is vagyunk ezért. És mindenkivel bízom, hogy sikerül. Szóval ezt akartam megmutatni, és mivel ez egy mintok, én nagyon boldogan hallanék valamilyen kérdést, kommentet, tanácsot, hiszen azért van egy minta, például egy mást ott mondjuk. Volt kérdések. Ti elmondjátok, aztán megpróbálom megismételni, és a Francisco-ban megválaszolni. Attól, hogy ne? Elérhető most ez a technológia bárki számára? Elérhető most ez a zoomolós történet bárki számára? Hát én Prezi, igen, az olyan része az nem. Attól írjál és meglátjuk, egyelőre nagyon nagy eventekre fókuszálunk, hogy ott tudunk nagyokat tanulni, meg ér. De nincsen még egy ilyen a verzió, amit le lehet tölteni, mert azért megfélelem, mint a lesz jó. Egy csomó ember fél a saját képét, a csomó ember nem szokta bekapcsolni a videót, hogy reggeli meetingje van. Tehát van egy ilyen pontjézik, hogy ezt most hogy csináljuk. De... Te mit látsz most? Én azt, hogy ezt most igazából két hetente változik, hogy ezt hogyan csináljuk ezt az egész élményt. Világos, ez egy prezi, és mögötte van egy tükrözött videó. Én látom ezt az egészet, amit ti, és ezért tudom azt megcsinálni, hogy így rá tudok mutatni a dolgokra. Tehát előttem van egy ilyen augmented tükör gyakorlatilag. És mivel elkezdtünk most kísérletezni ilyen dolgokkal, hogy látja a kezemet, és azt is tudom meg egyszerre használni, ezt egyelőre csak iPad-et tudok megcsinálni, hogy amit én látok, hogy van egy iPad-del valamit be egy Mac-re, és a Mac-en megvan osztva az iPad képernyője veletek a Zoom-on át, és látom a pici videót rólad. Kicsit bonyolult még. De látom magamat, azért tudok így mesélni. Ez semmi, de mi még streameljük ezt az egészet ki a YouTube-ra, rengeteg képernyőm van most. Az egész. Hogy egyre terjednek mostanosság a streamek? Terveztek-e valami interakciót a streamekkel? Tehát, hogy ezeket a prezeket kívülről is kattinthassák esetleg közben, szabadásnak elvég. Kérdés az volt, hogy terveztek-e valamit a streamekkel, mert hogy azok egyre jobban terjednek, és hogy mondjuk ilyen kattintható streamek, meg hát, hogy így a streamelt videóba bele az augmented reality-t. Ha jól értem, Van olyan, hát igen, jó kérdés. Vannak. Tehát alapvetően ez ilyen live interaktív dolog, amit nemrég írtuk újra a motorokat, mert régen utasnak voltunk, és már tökös négyet motorunk. Szóval a legszebben akkor tud, ha mindenhol élő megy. Viszont egyet látunk, ahol ez nem lehetséges, és ott elkezdtünk videót használni mi is. Tehát van benne egy ilyen vonal, meg hogy ez az zavarba jön, és bele kell rakjuk élőképet, akkor mindenképp meg kell vennünk. Én még mindig azt hiszem, hogy a legszebb élmény az lenne, hogy én egykor küldenék nektek egy ilyen prezi adatot, hogy fog egy videót, és tokák is már elvedelik vele ezeket a mozgó dolgokat, meg ez egyszerűen szebb lesz, elegánsabb lesz a mozgás. Azt nem tudom, még egy pár év, mire tényleg olyan nagy felbontásban a streamen átmenjenek ezek a finom mozgások. A kodekek nem erre figyelnek, hanem az arcokra meg. Tehát, hogy nem erre optimalizálnak valami nekünk kell a nagy szóvalos mozgásokra. Szerintem mi meg egy ideig maradunk az ilyen live rendelni. Hogy biztos, hogy ez az érdekes use case, hogy kint áll valaki és prezentál és azzal interaktál, nem egy webinár, ahol tényleg a videón belül az ember navigál és úgy lesz rész a prezentációnak, vagy hogy két ember interaktál. Biztos, hogy ez az old school prezentáció, ez izgalmas erre? Szóval a Tomi azt kérdezi, hogy biztos, hogy ez a jó use case-e, hogy egy ember prezentál és közben így benne van a történetben, szembe azzal, hogy... Hogy mondjuk egy webinárban. Hogy mondjuk egy webinárban tudod. Hát ez most kell olyan, mint egy webinárban. Ez igaz. Mert igazad van, ezt mi is keresünk.
mondom, hogy mi van ma, amit nagyon szeretik. Az óriási kivetítős konferenciák szeretik, tehát ott úgyis olyan pici az ember a színpadon, hogy nem látik. És úgyis kivetítik, és akkor örülnek, hogy így egyben van az egész. És arról most nagyon sok keresésünk van. Nagyon szeretik, akiknek videón keresztül kell meggyőzni embereket, meg tök nehéz az, hogy hello, és akkor itt annan átkapcsolsz egy screen share-re, gyakorlatilag egy beszélő blózert kell hallgatni jól nekik, és akkor mindenki átkapcsol Facebookhoz. Tehát a remote sales-ben is tök erős. De mi is keresgetik, használtuk így is, hogy élőben ott vagyok, ez kicsit fura, mert most a kamerát kell nézni a titeket. Élőben egy kicsit, élőben tényleg akkor, ha az én egy színpadban, és így. Kérdés? Esetleg, hogy mi a technológiai stack most? Tehát, hogy igazából ez mitől a technológiai stack? Hogy mi a technológiai stack most? Van egy csomó fele. Tehát az ötlet az egyszerű. Pedig rakunk egy tükröt videó fölé. Csináltunk HTML-t és verziót. Van egy Natigo NGL-es appunk, ami ezt csinálja. És még most használok, az egy iPad-on. Itt még annyi van, hogy a gesztus felismerést egy Crunchfish nevű cégnek a library-ét használom, mi azt tesztelgetjük ők elé. Az igazság, hogy azért úgy sem tűnik, hogy megtalálja a kezemet, mert jaj, hát mi jutom a kinek. Egy kamerával nehéz ilyet csinálni, hogy jól legyen. Mert nincsen térinformációt, meg ilyenek. Tehát az elég sokat számítunk, hogy ezek a legszebbesebben itt globálnál, meg így minden, és az még nem tartott a technológia. Mindenki azt mondja, hogy egy-két év is a machine learning-ben ezeket érteni fogja, hogy most ezt akartam, vagy ezt akartam. De azért készült magunk még nagyon instabilak, és a színpadon azt nem akarod, hogy össze-vissza történjen a dolgokon. Most itt történt, hogy kicsit feljelentni. Jó, és még közben is, tehát hogy egyébként az összes Prezi funkció elérhető itt a vetítésben? Prezi, ez egy sima Prezi. Tehát, hogy ugyanilyen könnyű megcsinálni őket, csak beraktam magam mi. És néha azért egy kicsit lapos megtűnik, de már arra is mondhatjuk, hogy ilyen élőbbé várjon előttem ezeket, hogy valamit legyen ennyire. Néha élőbbé lapos, de lehet egy kicsit barjára. Drop shadow. Ez van, azt mondjam. Egy innováció. Még kérdés? AR-kitekről próbáltak azt tudni. Ja igen, utolsó kérdés. Az AR-kit, meg a Google-nek az AR-kórja. Igen. Ezeket használtál? Próbáltatok? Én játszottam, mind a kettőre van prototípusunk, hackünk, hogy meg lehet adat sok nézni az asztalon, meg prezikát így a kávézóval az asztalon. És viccesek, bevallom, hogy az a baj az élménnyel nekem egyelőre, hogy tehát a Pokémon Go tök jó volt, mert ez egy ilyen pici képernyőn át vadászol, olyan, mint egy ilyen társcsövenek. Tehát van ez a nagyon pici field of view, és az, ami arra nagyon jó. De arra, hogy megértik valamit, vagy egy nagyon immerzív legyen, arra szerintem nem jó, mert picit. Tehát egy körbenézel, és a valóságban meg egy ilyen szelete lesz az augmented. És az, tehát, hogy sok szempontból ott nagyon fejlett, mert ugye van rendes real-time tracking, hogy mindent lerak a tájra, meg ilyenek. Ilyen csináltunk a nagy cserek, csak nem volt real-time, úgy érzem, hogy milyen ügyesek. Erre a use case-re, amit mi csinálunk, itt ez igazából nincs szükség, ez a fontos, hogy az ember legyen ott. A gesztusai, a nem tudom, megjelenési kifejező eleje, és azt egészítsük az ötletével vizuális. És most kicsit zavar, hogy mindig megjelenik a kézeszünk, finomítanak. Ilyenkor nem kérni, hiszen nem, csak én nagyon határozott egyébként. Szóval jó, tök jó mindenkinek, hogy nem játszom, valaki nem játszik, de pillanatok alatt lehet így térbe rajzolni, hogy mindjárt kell csinálni. Csak nagyon, tehát a demók csalók át, mert úgy visz ki, mint voltál a valóságban, az igazi élmény mindig az, hogy egy ilyen vizialgatóságát nézed. És ez a legtöbb szemüvegnek is ma ez a baja, hogy tök jól néznek ki a demo videók, amik az ott HoloLensről, de amikor felveszem, ilyen kis csíkban láttam az augmented dolgot, és így kell végignézni. De majd javul ez is persze. Köszönjük szépen! Köszönjük. Szerintem, hogyha gondolod, maradjál velünk. Hát, dolgozom, de szívem maradni, csak sok meetingre jöttem. Jól van. Akkor jó munkát! Köszönöm!